talán emlékeznek rá, hogy például amikor a Szépművészeti Múzeumban Cézanne kiállítás volt, hát akkor arra nagyon-nagyon sokan akartak bejutni, és hát ez is Bán László nevéhez kapcsolódik, akit köszöntök, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója is egyben, és hát az apropó az az, hogy gratulálok, mert kapott egy igen neves kitüntetést, a francia becsületrend lovagja lett. Köszönöm szépen. És a magyar-francia kapcsolatok ápolásáért, és például ennek része volt ez a 2012-es Cézanne kiállítás is, de volt még sok más is, Chagall is, előtte is, utána is. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy amikor magyar alkotókat visz ki Franciaországba, mondjuk Párizsba, mert hogy ez is része volt a kitüntetésnek, azt hogy fogadják? Igen, nagyon fontos, hát a francia kultúra világhírű, és nem lehet kimeríthetetlen, nem lehet elégszer bemutatni, és ez egy fontos cél volt nekem kezdetektől fogva, hogy a francia kultúra legíresebb alkotó idehaza megjelenjenek, akik korábban nem voltak. Azonban legalább ilyen fontos cél, hogy a kiemelkedő magyar művészeket mutassuk be, vagy mutassuk be újra Franciaországban, hiszen például Ripronai 10 évet kint dolgozott, és kint vált nagyszerű művészé, de aztán hazajött, és nem lett olyan világhírű. Tehát amikor ennek az egyik csúcspontja, ennek a kinti kiállításoknak a csúcspontja a Musée d'Orsayban volt, Allegro Barbaro címmel, ami Bartóknak egy híres műve, és Bartók fémjelezve mutatta be a 8-akat, a 100-fős magyar avangárdot. Óriási sikere volt, közel 200 000 látogatóval. Tehát azt kell mondom, ez valóban egy áttörést jelentett, és egy rácsodálkozást arra, hogy itt Magyarországon akkor a századfordulón egy francia művészekkel együtt felnövő, hiszen ezek kimentek Párizsba, ott dolgoztak, ott tanultak, felnövő olyan generációt fel, amelyik valóban európai színvonalon alkotott. Ez ugye 2013-ban nyitott ez a kiállítás, azóta eltelt 4 év, és egyszer csak csörgött a telefonja, hogy el kéne jönni Párizsba egy kitüntetésért? Ez hogy történt? Nagykövet úr SMS-t küldött, tehát ha nem is csörgött, és értesít. SMS-ben kapott egy hírt, igen, hogy lovagrendtagja lett. Igen. Amiben ezt, hogy hát ugye ezt a francia elnök és a becsületrendnek a főkancellárja közösen dönt ezekről a kitüntetésekről, és hogy ezt megkaptam, és hát ő nagyon szívesen ezt átnyújtaná itt a követség, így is történt tegnap előtt. Magyarok közül ön az első, vagy van még, nem, aki? Nem, vannak, hanem is gyakori. A méltató beszédben említette nagykövet úr, hogy itt a követségen legutóbb Kertész Imre kapta meg a becsületrendet például. Akkor egy nagyon, nagyon jó társaságba került. A Szépművészeti Múzeumról tudjuk, hogy azért már belátható az az időpont, amikor újra megnyitja a kapuit. Lesz egy francia kiállítás, amivel indítanak az újranyitást? Ezt jól sejti, hogy ez nem fog megszűnni ez a folyamat. Ugye a nagy Cézanne kiállítás, amit említett, a Cézanne és a múltat mutatta be. Most Cézanne hatását fogjuk bemutatni az elkövetkezendő nemzedékekre egy nagyon speciális metszedben, amit még soha világon nem vizsgáltak, és ez 2020-ban lesz esedékes, már most készülünk rá. Rendkívül érdeklő és várható nemzetközileg és idehaza is. De például, ami nem Budapesten, ezt csak jelezzem, ugye Vazelier egy közös francia művészünk, ugye Viktor Vazelier vásárhelyi győző. Nekünk nagyon jelentős, hozzánk tartozik a Vazelier Múzeum Budapesten, és a Pécsi Vazelier Múzeummal együtt Madridban, a Thyssen-Bornemisza hiszem Múzeum, a jövőben fogunk megnyitni egy nagy Vazelier kiállítást. Tehát ez egy nagyon izgalmas, egy francia-magyar művészt Madridban a világ egyik legjobb múzeumban mutatjuk be. Idehaza pedig a Szépművészeti újra nyílik, mert ugye ez volt az eredeti kérdés, 18 őszén újra nyitjuk, részben egy megújult állandó kiállítással, egy fantasztikus épülettel, olyan tereket fogunk bemutatni, amelyek évtizedek óta zárva vannak a közönségnek, visszaadjuk a kiállítótereket, a román csarnokot, ami háborúta zárva van, és egyéb más közel 2000 négyzetméter kiállítóteret, és elindul a nagy kiállítási folyam, Cézanne 2020, de 19-ben egy nagy Rubens és a Flamand művészet kiállítás. De aminek hamarabb láthatják az eredményét a budapestiek és mindenki, aki a Ligetbe látogat, az, hogy a park felújítása az most ősszel elkezdődik. Bizony. Mindenkit igyekeznek megnyugtatni, mert hogy van már Városligeti faápolási protokoll is. Nyilván eddig is nagyon szigorú volt a szabályzat a Városligetben, hogy fákat hogyan és milyen módon lehet akár átültetni, vagy bármilyen módon hozzá is nyúlni. Ez most minden fára lebontva, hogy megtörténik, amelyik érintett az átépítések, vagy az építések által. Itt nem egyszerűen a építési területekről van szó, a tájépítési pályázat eredménye, ne felejtsük el, a magyarországi legjobb tájépítés stúdió, a Gartner stúdió nyerte meg a pályázatot, a Kopaszigátot, vagy Várbazárt is ők csinálták, és
Lesznek olyan átalakítások, amelyek például átültetnek fákat, új tereket alakítanak ki, új sétautakat, másokat meg éppen lezárnak. Tehát egy rendkívül izgalmas új téregyüttes is jön létre a Ligetben. Magyarázzuk meg, részletkérdésnek tűnik, de felkaptam rá a fejem, hogy milyen a 21. századi kutyafuttató, ahol mondjuk a kutyák pancsolhatnak is. Igen, csak el ne felejtsen még egyszer, tehát az előző zöldet annyit tennék hozzá, hogy a zöld terület határozottan egyértelműen és abszolút bizonyíthatóan nőni fog a térfelszínen. Ma csak 60%-os a zöld terület, ez meg fog nőni 65% a Ligetben, de visszatérve a kutyafuttatóra, képzeljük egy olyan, ami tényleg a kutyáknak egyfajta játszótér, hogy a gyerekeinknek is egy izgalmas játszótért hozunk létre, nem csak kivisszük őket a zöldbe, az is nagyon hasznos. Ne azt a hagyományos kutyafuttatót képzeljük el, ami van két palán között, hát gyakorlatilag köztisztasági feladatokat lát el. Nem, ez egy izgalmas, nagy kutya aktivitás tér lesz, egy igazi kutyajátszó tér, ahova a családok is, nem csak a gazdi, hanem a kisgyerekek is bekísérhetik a kutyát, játszhatnak velük. Ez egy teljesen új, és ilyen Magyarországon még nem volt. És mi a helyzet a Liget projekt ellen tiltakozókkal? Mert ugye ők a mai napig azért még mindig, ön is mondta, hogy életvitelszerűen ott élnek. Így van, így van. Van egy-két tucat ember, aki ezt úgy gondolja, hogy továbbra is fenn kell tartani ezt a tiltakozást. Egyre kevesebb a tényleges követő, sokszor hirdetnek meg akciókat, egyre kevesebben veszek részt. Azt gondolom, ez annak is köszönhető, hogy egyre többen látják azokat a részleteket, minden pici részletében, hogy milyen lesz ez a Liget, hogy ez valóban minden elemében jobb lesz. Elején nem kommunikáltak önök elég jól? Hát azt gondolom, nem lehet eleget kommunikálni, és valóban az, hogy minden részletét megismertessük az emberekkel, mindenki, hogy milyen lesz a park, milyenek lesznek az épületek, mik azok az új feszések, sportpályák, futókör, rózsakert. Tehát ez nem egy egyszerű feladat. Mi abban olyan hírözömben élünk, ami információk dömpingjét zúdítja az emberekre, hogy ebből gyakorlatilag tényleg csak a legszűkebben a téma iránt érdeklődők ismernek talán minden részletet, és valóban sok minden változott, de egy biztos, azt határozottan állíthatom, a Liget minden elemében mindenkinek többet fog nyújtani a megújítás után. Az is egy hír volt itt a nagy hírözönben most frissen, hogy a Kisföld alatt is felújítják, és egy új megállót is terveznek. Ez a realitás? Kisföld alatti új megállója, hiányzik egy megálló a Liget projektől függetlenül, a Liget megújításától függetlenül, az egyes villamossal nincs közvetlen kapcsolata. Ez két nagy fő közlekedési verőér, ugye egy közösségi közlekedési verőér, a Kisföld alatti és az egyes villamos, egy olyan megálló terveztetik reményeink szerint, amelyik egy megálló, de két kijárata van, az egyik az egyes villamoshoz, a másik pedig a Hermina út felé, ugye ez a felső része a Ligetnek, ez kiszolgálna a gyakorlatilag a kibővülő állatkert, az állatkertnek rövidesen tehát az alapkő letételre kerül a biodóm bővítése, ugye egy fantasztikus, egy Európa legnagyobb trópusi csarnok, a fedett trópusi csarnok, ami majd létrehez is a Liget projekt keretein belül, és ott épül majd meg a volt Petőfi csarnok helyén az Új Nemzeti Galéria, ott lesz a Magyar Innovációháza, a Közlekedési Múzeum helyén, tehát szükséges ez a fajta közlekedési kapcsolat. Ezek hatalmas tervek, de az összeg, az a 250 milliárd, ami a teljes büdzsé, az is hatalmas. Ez még lehet, hogy emelkedni fog? Azt gondolom, ez nem fog emelkedni, de az, hogy hatalmas, tényleg hatalmas, de ekkora kultúrás beruházás Magyarországon sem volt 100 éve, de ma Európában sincs ilyen új kultúrás fejlesztés, és egy biztos, ha ugyanezt a munkát 300 km nyugatra való Ausztriába, vagy még tovább Németországba végeznénk el, ez az összeg két vagy akár háromszorosa is lehetne, hiszen még mindig sajnos nagyon olcsó a magyar munkaerő, és ennek köszönhetően olcsóban tudjuk ma ezt megépíteni, mint ma Nyugat-Európában bárhol. Mondjuk ez adófizetői pénzből nem sajnos. Igen, de az adófizetői pénzre ezt nagyon jó, hogy felveti. Ez egy olyan projekt pont azért, mert egy egészen különleges és egyedi terület fog létrejönni, amilyen Európában nincs, hiszen nem egyszerűen kultúrás intézmények, állatkert, fürdő, műjégpálya. Egy olyan családi, kultúrás és kikapcsolódási negyed, amely a számítások szerint 15 éven belül megtéríti a ráfolytott közberuházási pénzeket. 250 milliárdot megtéríti 15 éven igen, belül? Igen, olyan... Erről beszélgessünk 15 év múlva, de hamarabb fogjuk látni, vállalás. Olyan turisztikai többlet keresetet fog vonzani Budapestre, amely 15 éven belül nem ott, nem a Ligetben, hanem Magyarországnak. Szállodákban, vagy Budapestnek. Így van, az adóbevételekből az államnak visszatéríti. Köszönöm, hogy itt volt, és gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen.